A Szent Annai Középiskolában Kolostyákné Plejsovszky Zsuzsanna szakképzési igazgató helyettessel beszélgettünk a kötelező nyári szakmai gyakorlatokról. Mint megtudtuk, a szakgimnáziumba járók és a 2 éves technikusi diákoknak van nyári gyakorlata 2-6 hétig. Ez a feltétele annak, hogy a felsőbb évfolyamba léphessenek. Akik szakgimnáziumba járnak, azok a tanulók, illetve akik 2 éves technikusunk vannak, nekik nyári gyakorlat van előírva. Ez a feltétele annak, hogy felsőbb évfolyamba léphessenek. A mezőgazdasági gépészeknek 4 hét a gyakorlat, a rendészet és közszolgálatnak szintén, és a környezetvédelemnek is, az élelmiszereseknek 2 hét, és a technikusoknak ez már 6 hét. Igyekeztek olyan programokat szervezni, hogy tényleg gyakorlat legyen, és ne csak az iskola belül találják meg a gyakorlás lehetőségeket, hanem az életben is. Így 21 mezőgazdasági gépész 4 megyében 21 vállalkozónál van gyakorlaton. Nagyon sok céget, vállalkozót kerestünk meg, ahova kimennek a tanulók, illetve terepgyakorlaton vesznek részt, és arra is van lehetőség, hogy kinti cégeknél legyenek tanulók. Ebben a tanévben 21-en éltek ezzel a lehetőséggel, 21 mezőgazdasági gépész van kint 4 megyében a vállalkozóknál gyakorlaton. Az iskolában az aratás előtti előkészületek megtörténtek a kollégák a tanulók segítségében. Lassan indul az aratás is, ha az idő engedi. Az előkészületek azok teljes mértékben megtörténtek a kollégák, illetve a tanulók segítségével. Most ugye az aratás egy picit későbbre tolódik, az időjárás nem a legkedvezőbb, de most már ott vagyunk, hogy az is megkezdhető lesz lassan. A diákok komolyan veszik a gyakorlatot. A vállalkozásoktól a visszajelzések alapján maximálisan helytállnak, szeretik, csinálják. Nagyon élvezik a gyerekek a gyakorlatot. Igazából ugye a tanulás az egy dolog, a gyakorlat egy másik dolog, és ezek a kis dolgos gyerekek inkább a gyakorlatot szeretik, és ott tudnak igazából kibontakozni. Úgyhogy maximálisan helytállnak, élvezik, szeretik, csinálják, és nagy örömünkre szolgál, hogy a kint lévő gyerekekről is nagyon pozitív visszajelzést tapasztalunk. A gazdák részéről, hogy jövőre is várják őket, nagyon jó jellemzéseket adnak, ami azért egy megerősítés az iskolának, hogy a gyakorlatban is megállják a helyüket. Idén a rendészeti és közszolgálatiak először vannak gyakorlaton. Nekik változatos programot szerveztek. Volt biztonságőr, bévés, készenlőti rendőrség, mentős és tűzoltóság is a szakmai gyakorlat alatt. Az idén még érdekesség az, hogy a rendészetek és közszolgálatosok először vannak gyakorlaton. Nekik is próbálunk nagyon változatos programot szervezni, hogy a biztonsági őr meghívásra került, a büntetés végrehajtó intézetből voltak, a készenléti rendőrségről jöttek, a mentőállomás kollégája volt, tűzoltóság is részt vett a szakmai gyakorlat támogatásában, úgyhogy hihetetlenül változatos és gazdag dolgokat láthattak, tapasztalhattak, és nagyon-nagyon élvezik. A szentannaisoknak így még van teendőjük, de július vége, augusztus a pihenésé lesz a diákoknak és a tanároknak is. Addig vannak bent a kollégák, szaktanárok, illetve közismereti tantárgyasok. A sikeres szakmai gyakorlat után jó feltöltődést kíván mindenkinek Kolostyákné Plejsovszky Zsuzsanna.